Ez a 90.9 Jazzy Rendezvú. Üdvözlöm Önöket, szép estét kívánok mindenkinek. Remélem, hogy velünk tartanak ma este is. Én Bálint Edina vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet. Én azt javaslom, hogy mind a ketten üdvözöljétek a hallgatókat, jó? És szerintem egyszerűen ki fogják találni, hát nincs más. Hát, nem tudom, hogy a hétvégi hangon megismernek el. Szép estét kívánok én is a hallgatóknak. Igen, hello. Én pedig nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sziasztok, hello, örülök, hogy itt vagyok veletek. Hát én el nem tudom képzelni, hogy van, aki ezt nem találta ki. Kérjük, hogy írják meg nekünk SMS-ben, de most már tulajdonképpen mindegy is, hiszen már is üdvözlöm vendégeimet, Karda Beát és Kalapács Józsefet, úgyhogy aki most ír, az már elkésett. Gyorsan mondom is az SMS számunkat, 0630 20 10 909. Találkoztatok már? Futólag, igen, aha. Valami ilyen, nem tudom, tévéműsor, vagy nem tudom, valahol, vagy egy rockbuliban, ahova én azért abszolút volt módonban szerencsém, hál' Istennek eljutni. Nem mint fellépő, de azt hiszem, valahol futólag már találkoztunk. Nem, valami MTK stadionos jambor. Igen, MTK, ezt mondtad. Tessék, a férfi agy. Rendőr bulin, hát, így van, közös fellépésünk volt, de persze nem egyszerre, de nagyon... Ugyanazon a rendezvény keretében. Így van, így volt, pontosan. Összefutás. És hallgattátok már egymást, tehát ismeritek egymás zenéjét? Én speciál rendes vagyok, mert én most legutóbb meghallgattam az interneten az angyalt, és el vagyok bűvölve tőle, mert nagyon jó volt egy ilyen szép, lassú, gyönyörű, érces hangú is, de gyönyörű, nagyon szép melódiát hallanom Józsitól, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Aztán, hogy ő most netántárd rólam valamit tud, de ha nincs, akkor kap egy CD-t a műsor most végén. Picit feszeng. Igen, megmondom őszintén, hogy én az utóbbi időben nem sok mindent hallgattam, meg ide készülni sem tudtam, mert most az elmúlt 3 napom az folyamatos bulikkal telt el, de azért régebben egyébként hallottam én a Karda Beát is, úgyhogy de nem eleget, Józsi, akkor mindenki az én korosztályomból azért már 51 esztendős vagyok, azért az én tinédzser koromban jellemzően még rockzene nem is nagyon volt, tehát akkoriban kezdtek el az első rockbandák felbukkanni, és a gyerekkorom az egyértelműen a Táncdal fesztiválokkal. És azért a Táncdal fesztiválon Én emlékszem, van, igen, így van, még talán ott valahol az kicsi élvonalban. Kicsi voltam. Élvonalban is végeztél, azt hiszem, talán lehet, hogy voltál első is. Hát voltam, de az már nem a nagyon-nagyon kislánykoromban, hanem hál' Istennek volt egy az eddigi legutolsó fesztivál 94-ben, ahol a második helyezett, hát az is dobogónak számít. Nem baj, de Józsi úgy emlékszik, hogy első. Köszönöm, hogy megadtad. Meg a Beáról azért tudtak a rockerek, vagy akkor, hogy ma hívták őket, csövesek, hiszen azért a Somlajos kapcsán az szóba került. Így van, nekem volt közöm, és szerintem még most is van, tehát én 16 évet voltam privát kapcsolatban, 10 év házasságban egy bizonyos nagyon jó basszusgitárossal, Somlajossal, de ez már 26 éve ez már megszakadt ez a kapcsolat, de mint házasság megszakadt, de természetesen én követtem az ő életét, miután a gyermekem édesapja, de amúgy is én rock életben nagyon sokat vettem észre, tehát az ott csápolt az összes ilyen bulikon, ahol nem csak a Piramis volt, hanem tényleg Józsi zenekarának a Omen és társai. Tehát, úgyhogy... De a rockerek világa azért nem áll tőled távol. Abszolút nem. Sőt, arra vágyok, hogy egyszer valami rockdalt elénekelhessek. Közös színpad lehetősége áll, komolyan. Nem Józsi? Hát azért azt lehet, kicsit megmosolyognának, hogy a Karda Be, amit akar itt egy rockot, de hát vannak terveim. A nevedben ott van Józsi együttese. A Kard. A Kard, igen, a Kard. Az egyik együttesen, igen. Az egyik, az egyik, igen. Egyébként, hogy érzitek, hogy jelent szakadékot az eltérő zenei világ két ember már, között? Hogyha mondjuk összetalálkozik két ember, igen, és mondjuk igen. Nem, az abszolút nem. Tehát szerintem ezen a világon is, de Magyarországon is azért rengeteg példa van, hogy teljesen különböző zenei irányzatot művelő emberek, hogyha összehozza őket a sors, és egymásra fluoreszkálnak, akkor... De akkor ezt kérdezted, ugye? Erre gondoltam, igen, hogy magánemberként mondjuk egy kapcsolatot el tud-e képzelni például Józsi egy olyan lányal, aki mondjuk a mulatos zenét szereti. Na, tényleg Józsi, te el tudnád? Hát biztos, hogy lenne néhány érdekes beszélgetés. Ez szuki, nagyon érdekes. De hát mit tudom, biztos meg... Lehet, hogy meg tudnám magyarázni, hogy miért szereti a mulatos zenét. Igen, én nem tudom. Meg egyébként az is, hogy mit nevezünk mulatos zenének, az is annyira... Tehát alapvetően a zene maga
a legdurvább ága is, szórakoztatás funkcióját azért ne vegyük el egyiknek se. Tehát én azt hiszem, hogy ha egy nagyon klasszikus, komoly zenei darabot fölrak magának, akkor sem az a célja, hogy ott buslakodjon csak, hanem önmaga szórakoztatására, saját esztétikai kiteljesülésére, stb. Tehát egy bizonyos aspektusból az is lehet mulatos. Tehát én azt mondom, hogy én nagyon remélem, hogy a mi közönségünk, amikor eljön a koncertekre, akkor nem csak azért jön, mert marhára itt valamiféle sznopságból metál és kész, hanem azért, mert jól is akarja érezni magát, szórakozni akar, kvázi mulatni. Úgyhogy mulasson jól mindenki, úgyis szoktam sokszor elbúcsúzni, hogy további jó mulatást az utánunk következők közt. Nagyon jó, tehát attól függ, hogy hogyan definiáljuk nyilván. Persze. Hát én viszont, amit ma mulatósnak neveznek Magyarországon, az mondjuk én hozzám annyira nem áll túl közel, és néha megkövülök, amikor így véletlenül a tévé kapcsolom, és akkor van, hogy nem tudok elszakadni egy darabig, és csak ámulok, de aztán odébb állok. Nekem meg az életemben a mai napig, hogyha úgy van benne az életemben a rock, hogy egyszerűen, amikor meghallok egy ilyen kimondottan szuper, nekem a dallam azért kell, tehát nekem nem csak az üvöltés végig, tehát, de rockosabb, dögös, akkor én nagyon bele tudom magam képzelni, hogy fú, ez milyen jó. Tehát én nyitott vagyok amúgy a zenei palettán, mint hallgató, mint énekes, ugye jelenleg a sláger mi voltomnál vagyok, de nekem vannak azért még most is elveim is, a koromhoz képest nem mondok még le egy-két dologról, amivel még hát, ha meg lehet, meglepetést lehet okozni, hogy ne ismerjenek fel, hogy ki vagyok, és úgy valamit előadni. Szóval ez poén lenne, hogy nem tudják, hogy Karda Bea, hanem valami jó, valami egészen izgalmas, nem az eddigi hozzám megszokott módon, stílusban valamit előadni, hogy persze ne tudják, hogy én vagyok. Ez még lehet, hogy egyszer valamikor meg fog törni. De én most jól érzem, Bea, hogy most a rockzenére utaltál? Igen, a rockzenére. Aha. Is. Tehát a rockból egyébként nézd meg, hogy egy pár olyan énekes, akikből van ilyen egy-két ilyen kolléganőnk, akik már lehet, hogy nem is néztük ki belőlük, hogy rockot tud énekelni, és megpróbálkozott vele. Lehet, hogy én is, miért ne, egy-egy dal ereje, csak valahogy erre még nem volt olyan szituáció. Ha lenne egy olyan tévéműsor, ahol azt mondanák, hogy na most énekelj több stílusban, akár még operettet is, akár rock, heavy metal, mit tudom, musical, funk, hát egyébként funky örült vagyok. Tehát én nagyon funky jazz vagyok. Most már van néhány, mert a rock zenét is szeretem. Azt is szeretem, de a funky jazz, bocsánat, de még jobban. Szóval... És azért a jó rock zene az ezekből erősen táplálkozik. Na abszolút, jól mondja Józsi, igen. Egy üzenet, kétféle zenei irányzat, kétféle ember, isteni választás, Edina, gratulálok. Ja, köszönjük szépen. Az előzőhöz visszakapcsolva azért, hogyha annyi minden múlik sokszor az éppen pillanatnyi döntéseken is szerencsén, hiszen akár a pályatársai között is vannak olyanok, akik abszolút táncdalénekesként voltak apostrofálva, és úgy híresültek el, mondjuk mit, Zalatnai Sarolta, Kovácskat, és mindegyiknek volt azért rokkos korszaka, igen. Sőt, aztán talán a Zalatnai Sarolta csak itthon volt táncdalénekes, vagy külföldön igen. Inkább rockénekesnek számított. A Kovács Katival meg mondjuk volt is szerencsém együtt játszani az Attila Istenkardjában, és hát amelyeket és amilyen módon és ahány féleképpen ő tudott a büfében énekelni, az operától a legkőkeményebb rock'n'rollig, megdöbbennétek, hogy Sebestyén Márti is de olyan, biztos. Olyat tud recsenteni, hogy nem hittem el, tehát csak megszokták, ugye este be vagyunk skatujázva, én például abszolút pár éve még az volt a vágyam, hogy ilyen tök más fazonnal, teljesen más haj, más image és minden, és akkor tulajdonképpen éreztem, hogy rám szóltak a kultúrházban, hogy alig ismertek meg, hogy aha. A művésznő hol hagyták a Karda Beát. Azt hitték, hogy ez egy backing énekesnő vagyok, mert annyira a más fazonom volt, de szóval igazándiból a zenébe azért én még utaznék ide-oda. Tehát, hogy mondja Józsi, hogy igen, soha nem ne adjuk fel, tehát a rockot is akár meg lehetne próbálni. Lehet, hogy kicsit megmosolyogna egy-két ember, hogy na most a Karda Bea búcsúzik az Ezüstnyelv című dala után, hogy merje elénekelni, nem tudom melyik heavy metal. De miért ne? Szóval... Na akkor most egy kicsit utazzunk, jó? Utazzunk. Érkezik már is a Gringo Star és a régi szép idő. Ez jaj, most jó. A 90.9 Jazzy.
Ez a 90.9 Jazzy Rendezvous. Üdvözlöm Önöket, szép estét kívánok. Nem sokára 4:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Vendégeim Karda Bea és Kalapács József. Nagyon jókat beszélgettünk már az imént. A hallgatók kérdezhetnek tőled, te, ugye? Igen, nyugodtan. És akkor még egy fontos információ, hát jó, hogy eszembe jut, persze nem figyelmeztetett rá senki. A hallgatók közül, akik írnak nektek, akik kérdeznek, kiválasztotok majd valakit, aki egy két személyes vacsora meghívást nyer. Jó. Az Imázs étterem jó voltából, jó? Tehát ti lesztek a zsűri, ti fogjátok majd eldönteni, hogy milyen szempontok alapján. Jó, nagyon klassz. Mekkora vonzerőt jelent a színpad az ellenkező nem számára? Tehát mit ad hozzá a ti varázsotokhoz, a személyiségetekhez, az, hogy ott vagytok a színpadon? Hát én mondjuk magamról annyit, hogy én ugye szólista műfaj vagyok, és vagy két táncos nővel megyek, vagy én a stúdiómból viszek növendékeket, kettőt, hármat vagyok. És akkor így egy kicsit megtelik jobban a színpad. Én de nem erre gondoltam. Tudom, értem. Most akartam rá válaszolni, hogy a személyiség nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy színpadon van az ember, ezt meg kell tölteni, ugye a színpadot, hogy az embereknek valószínűleg a közönségnek legyél szimpatikus, lentusz mindenkinek, ezt nagyon jól tudom, de igazándiból hangulatot tudják teremteni, akár egy rockzenével, egy slágerműfaja. Fontos, hogy téged azért közvetlen embernek nézzen, lássanak. Uh-huh. Én nem tudok másképp viselkedni, én a privát életemben is elég közvetlen vagyok, sőt biztos, és a színpadon én majdnem, hogy önmagamat adom. Tehát ha önmagamat adom a színpadon, én azt hiszem, hogy ez a közönség erre vevő. Tehát legyek olyan, amilyen amúgy is vagyok a hétköznapokban, és lássák, hogy imádom azt, amit csinálok. Ennyi. Szóval, hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy nem csak a műfajtól függ, hogy a közönség mit szeret, hanem hogy te milyen vagy. Uh-huh. Nem tudom, Józsi, te hogy látod? Hogy mennyire fontos a zene, vagy te, hogy te hogy viselkedsz az emberekkel, hogy kommunikálsz velük? Gyakorlatilag más szavakkal körülbelül ugyanezt mondtam volna, tehát, hogy nyilvánvaló, hogy a számít, de azt hiszem nem ez volt pontosan a kérdés. Igen. Most csak egy kicsit eltérte. Fülesen nem. Azért voltam egy kicsit zavarva, hogy most hogy kapcsolódjak rá, hogy most a kérdésre válaszoljak-e inkább. Vagy... Józsi, akkor te válaszolj a kérdésre. Egy kicsit mellé mentem. Nem, arra gondoltam, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy nem lehet tudni, mondjuk, hogy egy énekest miért szereti valaki, hogy csak azért, mert ő állott, ja, mert ő van a színpadon, vagy pedig mondjuk a belső tulajdonságai, a személyisége. Miatt, hogy ti ezt külön tudjátok-e választani, kell-e egyáltalán külön választani? Szóval szét lehet egy embert így hasogatni, hogy van a Kalapács Józsi, aki a színpadon van. Nem biztos, hogy feltétlenül kell. Uh-huh. Persze nyilvánvaló, hogy ha valaki csak azért szeret valakit, mert az mondjuk egy népszerű énekes, vagy egy népszerű énekesnő, akkor azért arról hamar lehull a lepel, uh-huh. de amúgy meg nyilván azért is kell, hogy szeresse, nem azért, mert népszerű, hanem azért, mert attól még az az ember, az a bizonyos népszerű énekes vagy énekesnő, tehát az is benne van az emberben, az is egy fontos része az embernek, ő ezt csinálja, ezt szereti, ez az élete, ezzel együtt kell elfogadni, hogyha közös útra jutnak. Más kérdés, hogy nyilvánvaló, hogy ha csak így nagyon felületesen nézzük, akkor ugye jobban frekventálva vagyunk, tehát akár lehetne mondani, hogy több esélyünk van mondjuk egy rock énekesnek, vagy egy rock zenésznek lányokkal összefutni, és esetleg közelebbi kapcsolatba kerülni, de lehet, hogy egyébként ennek az ellenkezője is igaz lehet, hiszen nem biztos, hogy az ember a saját idolját azzal döngeti, vagy döntögeti le a földre, uh-huh. hogy mindenféle módon szórja a kegyeit. Ez nem biztos, hogy egyébként jó útra vezet. Azt mondanám, inkább a fiatal tinédzser rockzenekarok korában jellemző leginkább az, hogy minden lehetőséget kihasználni, és szerintem az a kor, amikor ki is kell használni minden lehetőséget. És egyébként fordítva is igaz, hogy szerintem azok a lányok is csak kihasználnak egy lehetőséget, és ez a kaland, ez valahogy beépül az ő élettörténetükbe.
De akkor ezt lehet tudni, hogy miről szól. Így van. De most is tudom, igen, de kicsit a színpadra vittem ezt a szimpátiát, de szerintem meg most, ha én is akkor lényegében a kérdésre hadd mondjak 3-4 mondatot, hogy sokkal nehezebb egy ismert embernek szerintem. Igenis, én magamon tapasztalom. Nagyobbak az előítéletek, biztos beképzel, biztos undok, tehát egyszerűen a barátokat is úgy válogatom meg, hogy az én szerencsére nekem erre jó szimatom van. Én megérzem, hogy ki az, aki azért barátkozik velem, mert hogy hú, a kardabbe, biztos majd ilyen bulikra elmegyünk, vagy stb. De a férfiaknál azt vettem észre, hogy sokkal gyámoltalanabbak. Szerintem igenis, hogy az ismertségnek van egy határta, egy elég kemény előnytelensége szerintem. Azt hiszik rólunk pedig, hogy mind a 10 ujjunkra jut nekem 12 vőlegény és 23 férjelölt. Hát ez nagyon nagy tévedés, mert én már a szívem szerint már a harmadik férjemnél tartanék, de ideig csak egyszer voltam, és ennek is már 26 éve. Milyen jó lenne, ha már negyedikre készülnél. De tényleg, és ráadásul nem vagyok egy nagyon-nagyon minden héten, minden hónapban szerelmes alkat, pedig nagyon érzelem, túlzottan is érzelgős vagyok, meg érzelemdús, de tudod, nagyon-nagyon meggondolom, hogy kivel állok össze, kivel barátkozok. Őszinte legyek, bizalmatlan vagyok, de ennek azt hiszem az oka megvan, mert valóban mi van, ha csak a művésznő mi volt, csak érdekli. Nem egy randevú olyan volt, hogy leültünk, és végig interjút csinált velem az illető férfi. Tényleg? Abszolút. Ki kérdezett, hogy beszélt nekem a zenekarokról, minden, és akkor hol voltam fellépni. Szóval arra gondoltam, hogy egy privát találkozásnál talán nem a művésznői mi voltomra kellett volna ráadásul rögtön kiélezni az egész beszélt. És nekem ez csalódás volt. Lehet, hogy titokban szóval, újságíró volt, nem? Nem, ezek privát találkák voltak, de lényeg az, hogy sokkal... Bár azért, hogyha kíváncsi rád, akkor azért kíváncsinak kell lenni arra is, hogy mit csinálsz. Igen, de nem ebben az első 5 percet kezdeni. Nagyon izgatta ez az én világom, hogy milyen az élet. Hát jelentem, ugyanolyan normális hétköznapi tud lenni ez az élet is. Amikor a színpadon vagyok, én akkor vagyok művész. Na jó, persze, akkor bemegyek a közértbe, vagy valami, akkor valaki sokkal kedvesebb, vagy undokabb. Ilyen is volt, hogy bementem tényleg a boltba, és láttam, hogy ilyen mórózus arccal nézem az eladó, na igen, de nincs ilyen nálunk, ilyen áru. Mondom, és az más színben nem volna, nincsen köze. És amikor egyre inkább ocsúdott fel, hogy ismerős vagyok, egyből vigyolgó lett az arca, pedig őszinte legyek, nem kell azért, mert... Igen, mondjuk viszont azért legyen elvárás, viszont legyen kedves akkor is, hogyha mindenképp, legyen kedves mindenképpen. Hát ez most elmúlzaszóan nehéz és érzékeny terület, hogy valakiről leválasztani egy részt, ugye, hogy most engem miért szeret. Egyébként egy embert is szét lehet szabdalni, tehát hogy ez a tulajdonsága, jó, ez kell nekem, az nem, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben, párkapcsolatban, hogy bizonyos részei megfeleltek, más részei nem annyira. Tehát lehet egy embert így szétszabdalni? Vagy hát úgy kell elfogadni, ahogy van? Hát ezt most így nem kapizsgálom, hogy mire vonatkozik konkrétan a kérdés. Hát arra vonatkozik, hogy mondjuk például mondjuk egy nő nagyon, nagyon jól főz, de mondjuk kicsit butácska. De most csak mondtam egy példát, tehát annyi ilyen van. Vagy akár nagyon... Hát figyelj, hát lehet választani, tudod, tehát ha én nem akarok egy kicsit butácska nőt, és egyébként nem akarok kicsit butácska nőt, akkor én tőlem főzhet akárhogy. Aha. Szóval inkább főzünk kevésbé jól, azt majd megoldjuk, majd elmenjünk étterembe. Tehát érezzük jól magunkat együtt, és ez a lényeg az, nyilván valamilyen szinten egy közös kulturális és intelligencia szinten kéne lenni, ezt tartom az egészségesnek egy kapcsolatban, de így nagyon, nagyon nem kell leválasztani, úgy együtt olyan dolgokkal, amik esetleg lehet, hogy borzolják a kedélyeimet, vagy velem kapcsolatban, ezeket vannak ilyen elnézhető dolgok, amit hogyha elég erős a szeretet, akkor az belefér, és az akkor is bele kell férjen, hogyha már 10 éve vagy együtt valakivel. Hát igen, mert ugye itt van a tökéletesség hajszolása, hogy vajon én mindig lehet-e tökéletes ember. Tökéletes valaki, hogy benne vannak azok a tökéletlenségek. Tehát az ember az ilyen, hát nem tudsz, sajnos elég későn jöttem rá, és talán szóval ebben a mostani kapcsolatom, ami azért most már 10 éve tart, ez jócskán hozzásegített, hogy
hogy nem kell mindenáron megfelelni, nem kell mindenáron akarni megfelelni, nem kell mindenáron, tehát élni kell a saját életünket, és a saját életünket, akkor összekötjük valakivel, akkor is a saját életünket kell élni, és akkor is úgy toleránsnak lenni egymással, hogy közben azért nem elfelejteni, hogy mi is ott vagyunk abban a kapcsolatban. Pont ez a szó itt megragadott engem, Józsina, ez a megfelelési kényszer dolog, hogy igenis, hogy persze én kicsikét túl tökéletesre szabtam a világot, egy csalódott 10 éves házasságból való kijövetel után, akkor én vártam annak, annak az ellentétét, hogy most akkor ott minden szép lesz, nyugodt lesz, boldogságos lesz, kicsikét tökéletesre akartam nagyon szabni ezt a magánéletemet, na most pedig közben annyira kell csak tényleg várni a másiktól, hogy a boldogságot minden pillanatát, a pillanatokat úgy éljük meg, és használjuk ki a kapcsolatnak a legszebb részeit, közben még a hibákkal együtt is próbáljuk megkedvelni, mondjuk nekem ez egy nagyon nehezen megy, mert én egy eléggé, a félig egy racionális ember vagyok, akinek berögzött dolgai vannak, a másik pedig a nagyon lelki, a nagyon sértődéken, nagyon érzelgős, és nem azért van meg, hogy én művésznő vagyok, hanem mert ilyen vagyok, így vagyok összerakva. Én tudom, hogy velem biztos, hogy nagyon nehéz bárkinek is az élete, közben meg nagyon tudok viszont alkalmazkodni. Tehát pont ezt mondom mindig a barátaimnak is, vagy a páromnak, hogy ha én kedves vagyok és cuki, akkor én ezt várom, de viszont ha ő egy kicsit is belém csíp, tehát egy pici fegyelmezés vagy rámszólás, akkor utána én 15-ször vagyok képes azt visszaadni, tehát nagyon nehezen tudom tolerálni az irányítást, mert én is egy irányító alkat vagyok, kedvesen lehet irányítani, tehát a tolerancia, a egymás megértése, ezek nagyon fontosak, és ez nagyon nehéz. Ez, hogy a mérleg szépen úgy álljon be, ez egyre kevesebb szerint, egyre nehezebb megoldani a magánéletünkben. Én azt hiszem, ezért van ez a sok válás, mert annyira haragtartóak vagyunk, úgy fekszünk le, hogy meg se beszéljük. Ha. Úgy jól mondom, én ilyet érzek, hogy macerás ez az egész párkapcsolati dolog, úgyhogy én annyira nehezen élem meg, hogyha valami nem igazán működik jól. Százszor el vagyok képes jönni egy kapcsolatból, de utána mindig meggyőzöm magam, hogy na, így meg kéne még adni még egy kis lehetőséget, talán nem kéne ebből annyira gyorsan elmenni. Nagyon-nagyon nehéz. Az emberek türelmetlenebbek ebben a mostani gazdasági világban. Én úgy érzem, hogy a párkapcsolatokban, aki ezelőtt 30-40 éve megtalálta az igazit, és ő megmaradt, na azokra nagyon fel tudok nézni. Na, megbeszéljük még azt is, jó, hogy egyáltalán mi az az igazi? Van-e olyan, úgy teremtődött-e olyan nekünk, jó? Okay. Picit zenélünk, itt a 90.9 Jazzy Rendezvúban. A 90.9 Jazzy Rendezvút hallgatják, szép estét kívánok, vendégeim Karda Bea és Kalapács József, a vonalban pedig itt van Nikolett, halló! Üdvözlöm, jó estét kívánok mindenkinek! Jó estét! És a Beától szeretnék kérdezni, mert ugyan tegnap találkoztunk meg személyesen. Igen, az emlékszem rá! Csomóan, azon a fergeteges lánybúcsúm, amit a barátaim meglepetésként szerveztek nekem. Azt szeretném a Beától megkérdezni, hogy ő szerintem mi a hosszú boldogságnak a titka? Na, mire ez egy jó kérdés. Ez egy ilyen kis egyszerű kérdés. Igen, igazán divat, aki először mész most, ugye, férhez. Ugye, igen, jól emlékszem, te napot a bulid alatt meséltél róla. És mikor lesz az esküvő, Nikolett? Jövő héten szombaton. Jó, majd gondolunk rád. Előre sok boldogságot neked. Igen. Nagyon köszönöm. Hát Nikoletta, ez egy fergeteges jó kérdés, hogy mi a boldogság titka. Ha ezt most el tudnám neked mondani három, vagy mondatba, azért én lennék itt a tudósa. Igazándiból, amit az előbb már kicsit kezdtem mondani, hogy azért az, hogy egymás hibáival együtt is próbáljunk meg egymást úgy szeretni, hogy a tolerancia, hát igen, hogy minden nap dolgozunk meg. Ez a minden nap, ezt tudod, mit jelent, hogy igenis kellenek itt olyan színek az életben, hogy ne legyen szürke. Tehát az az érzésem van, hogy minden nap tegyünk valamit meg egymásért. Tehát egyszer nem csak az, hogy főzünk, mosunk, takarítunk, hanem most nem azt mondom, kicsit lehet, hogy túl romantikus leszek, de egy kis kedves meglepetés, tudod, hogyha te kedves leszel a férjedhez, akkor lehet, hogy ő most háromszor adja vissza, mert én ilyen vagyok, ha hozzám kedvesek,
kérek, akkor én utána többszörösét adom vissza. Te tudod, milyen a vőlegény? Te már igen, nyilván... Igen, ő is hallgatja a rádiót. Ő is hallgatja? Akkor, az, igen. Akkor most talán ebből is tanul talán, hogy egymást valahogy, még ha veszekedni is kell, mert nem lehet megúszni veszekedés nélkül egy házasságot, a boldog házasságot, de az a veszekedésben vigyünk egy kis humort. Én azt hiszem, én most vagyok ezen a ponton, hogy a nagy veszekedésnek azért azt ad elfajulnia nagyon mélységesen, mert az nagyon a sok vita, a dübörgő vita, az egyik se enged a másiknak, na ez a kulcs. Na ez igen, megvan. Igen. Megvan. Miközben itt mondtad, kulcs, rájöttél. Hogy én így van, gondolkoztam, hogy melyik a legjobb, hogy engedni kell. És tudod, valamelyikötök mindig engedje meg, hogy jó, igazad van, de. És az a de az legyen ilyen cuki, kedves hangnemben, tehát bájosan, kedvesen. Szóval valamilyen szinten ne vitával feküdjetek le, ez biztos. És legyetek nagyon őszinték egymásod. Ha valami zűr van, én szerintem jobb egymásnak tisztán nyit lapokkal elmondani, hogy ezt el, de haragudj, ebbe tévedtel. Szóval őszintesség, és akkor és hogy mondjam, az egymás iránti szeretet kimutatás, na ez még. Mutasd ki. Nikolett, most közelebb jutottál a boldogság receptjéhez? Sok sztereotíp mondatot mondhattam, de ezek a sztereotípiák, ezek azért, ennek ha csak nem a felét, azért mondtam. A felét meg, de igen, de ha felét be tudjátok tartani, akkor szerintem ez egy hosszú boldogságos házasság lesz, jó? Nagyon, igen, köszönöm. Nagyon szívesen. Nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott azért. Itt a Józsi várja, még mond neked valamit. Ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott azért egy kicsit párhuzamosan, de akár ugyanúgy is felfogható a válasz. Svéd Sándor világhírű opera énekest kérdezték meg annak idején ilyen énekes hölgyek rajongva, hogy mester, hát mi ennek a csodálatos éneklésnek a titka? És ő mondja, hát az éneklésnek három nagy titka van, de azt nem árulom el. Ez jó. Figyelj, igazándiból kettőtökön múlik, azt tudod, most én mondhatok akármilyen okosakat, de ennek a mai adásnak egyébként azt hiszem ez a párkapcsolatos dolgoknak, ez egy nagyon-nagyon találó jó kérdés volt, amit feltettél, de ez kettőtökön fog majd múlni, hogy ez amiket én most neked próbáltam tanácsként adni, ebből mennyi fog megvalósulni, ez csak tényleg te és a párod múlik, hogy Nikolett, éld meg nagyon jól az esküvőt, biztos, hogy csodálatos lesz, és aztán a rákövetkező éveket is, jó? Sok boldogságot! Sok boldogságot! Szia, Nikoletta! Köszönjük szépen neked is! Szia! De jó, hogy jelentkezett! De édes! Ráadásul esküvője lesz. Na, egy üzenet érkezett Linkmentől, így szól a kérdés. A különféle értékválságokat követően gyakran fedeztünk fel újra a régi értékeket, mely jelenséget retro néven ismerünk. Te esélyt arra, Józsi, hogy ez a retro hullám a rockzenét is elérje? Elkövetkezhet-e a rockzene második reneszánsza? Ezt kérdezte Linkben. Jó kérdés. Jó. Hát én úgy gondolom, hogy egyébként a rockzene az folyamatosan reneszánszát éli. Tehát a legnagyobb mély völgye a rockzenének az a 90-es évek közepe volt, de az nem is a rockzene mély szántása volt, hanem általánosságban az élő zenéjé. Tehát egyszerűen akkor élő koncertet nem volt rentábilis senkinek csinálni, és ezért mondjuk így háttérbe szorultak nyilvánvalóan a rockzenekarok. A rádióból, meg úgy általában a médiából egyébként is legalábbis itthoni szinten eléggé ki van szorulva a rockzene, és minél keményebb rockzenéről beszélünk, ez annál inkább igaz. Tehát tényleg van egy-kettő, aki így valahogy bekerül a mainstreambe, és ez egy kicsit ilyen furcsa irány nekem, amit így a rádió követnek, de ez az ő dolguk, mi azért járjuk a magunk útját. Idestóba 30 esztendeje játszom évi, mit tudom én, 100 körüli koncertet, és amikor ez a nagyon mély víz volt, akkor évente csak 50-et játszottam. Tehát hát az jelentős csökkenés. Nem lehet azt mondani, hogy azért elég jól működik, ezt lehet mondani. A rockvilág, a nagy fesztiválokon sokan vannak. Most én a jövő héten, tehát ami most következik hét, ugye van az Alfa Fesztivál, ez egy új fesztivál, nem tudom, szabad-e itt ilyeneket mondani. Tehát az Alfa Fesztiválon is Várpalotán iszonyat sok zenekar fog játszani. Meg most volt a Rock Maraton is. Most volt a Rock Maraton, azon is játszottunk, de ezen az Alfán játszom a Kalapás zenekarral is,
az egyik napon, pénteken, szombaton pedig a kardzenekarral. Uh-huh. Játszunk vendégünk karda, Beáta. Karda a zenekar. Még megtörténhet. Nem lehet tudni szóval. Úgyhogy van bőven fesztivál, ezeken a fesztiválokon sok ember van, tehát hogyha ha valaki elmegy a Rock Maratonra, vagy az Alfa Fesztiválra, vagy a Pafira, vagy bármelyik nagy fesztivál, Fezenre, mit tudom én, mi sem tudunk mindig, minden évben mindenhol játszani, de azért általában a legtöbb nagy fesztiválon játszunk, akkor nagyon sok ember van. Már a 4 órás műsorsávban is nagyon jó közönségek előtt tudja megmutatni magát valaki, vagy a hajnali 2 órás idősávban. Tehát én azt mondom, hogy tombol a rockzenes. Hát soha ennyi koncert nem volt, és soha ennyien nem jártak rockkoncertre. Az a bizonyos nagy időszak, amire sokan szeretnek hivatkozni, hogy mit tudom én, a 70-es évek közepén, nem tudom, Piramison, meg P-mobilon mennyien bizony, voltak. Azért az időszak, az azért nem keverhető a maival, mert akkor volt az a pár zenekar, meg az a pár koncert, és nem voltak igazán nagy fesztiválok, csak évi egy. Igen. Vagy igen. Minden 2 évben, vagy 3 évben egy nagyobb megmozdulás. Most meg van rengeteg zenekar, és iszonyatos sok szórakozási felület lehetőség, és ehhez párosul azért egy jóval gyengébb anyagi lehetőség, hiszen akkoriban mondjuk 5 forint és 15 forint között el lehetett menni egy koncertre, úgyhogy mondjuk egy átlag fizetés 3000 forint. Uh-huh. Tehát, hogyha ezt arányítjuk mindig a mindenkori fizetésekhez. Tehát én azt mondom, hogy megy a rock and roll. Uh-huh. Sajnos a lemez eladások a letöltések miatt igen erősen megcsapantak, tehát ilyen szempontból nehezebb a sorsa a zenekaroknak, nehezebb a túlélés. Hozzászoktak a zenekarok, hogy már csak azért csinálnak lemezt, hogy azért megmutassák az új alkotásaikat. Ennek azért van jó oldala is, mert tényleg csak azt csinál lemezt, aki nem a pénzért csinálja, nem azért, hogy most kaszáljunk egy nagyot, mert most megy ez a műfaj, hanem tényleg azért csinálnak a zenekarok lemezt, mert szeretnének. Van új daluk, van új ötletük, és ebben az új zenei világban, amit éppen kitaláltak maguknak, meg szeretnék mutatni magukat. Uh-huh. Egy mondatot mondhatok, a rock élt, él és élni mindig. Fog. Egy van. Ez működik, megy. Akkor most mindjárt jövünk vissza, jó? Okay. Tovább folytatjuk. Ez a 90.9 Jazzy Rendezvú, maradjanak velünk. SMS számunk és telefonszámunk a következő: 0630 20 10 909. Ez a 90.9 Jazzy Rendezvú, szép estét kívánok mindenkinek, vendégeim Karda Bea és Kalapács József. Egy üzenet még a boldogság titkáról, azt írja Honcutka: a boldogság titka, ha valaki kutyát vesz, a bolháival együtt szeresse. Na ez jó. Azért, hogyha jól belegondolsz, a Honcutka ezzel most többet is mondott, mint amit ő lehet, hogy nem is gondolt. Nem is gondolt ezt bele, de ha veszel egy kutyát, azért... ott nincs olyan, tehát akármilyen rossz vagy neveletlen, vagy bármilyen, azt szereted. Így egy van. Év múlva is így szereted, van. 5 év múlva így is van. Szereted, és 10 év múlva, és 15 év múlva. Tehát úgy szereted, ahogy megszeretted. Tehát azért a párkapcsolatban is ezt azért, ha egy kicsit erre odafigyelsz, hogy az, akivel együtt élsz 10 év múlva, és pont ugyanaz. Uh-huh. Nem ugyan, hogy valakit megszeretsz, csak minden tulajdonságát elrejtette előtted, és te csak most jöttél rá 10 év múlva, hogy hát te. Szóval azért mondom, hogy lehet azért tanulni az állatokkal való kapcsolatból is egy kapcsolatban. Józsi, pont erről beszéltünk az elején, hogy lehet egy embert szétszabdalni tulajdonságokra, hogy ezt szeretem, ezt a részét, azt nem. Hát vagy úgy szeretem, ahogy van, a bolháival mint a kutyát. Igen, de mégis ám, ezért azért nehéz azért elfogadni dolgokat. Azért kialakult emberek vagyunk, egy 20 évesnek könnyebb, uh-huh. vagy egy 30 éves körülnél könnyebb azon összeforni, de akik már így nem a 30 éves korukban vannak, mint például én, aki jelenleg nem élek senkivel, tehát úgy értem, hogy nem vagyok feleség, uh-huh. tehát sokkal kialakultabb, kiforottabb ember vagyok, tehát én hozzám nagyon-nagyon-nagyon alkalmazkodott, toleráns ember való, és én, és ezt aki most hallja, a középkorosztály, uh-huh. igenis egyetérthet velem, gondolom, hogy mi már ki vagyunk alakulva, tehát itt már mese nincs, itt ez van, én ilyen vagyok, de mégis valamilyen utomódon alkalmazkodni kell, mert különben
szét fog forgácsolódni az a kapcsolat. Én ilyeneket megértem már, hogy egyik sem enged, mert hogy akkor majd én gyengébbnek fogok látszódni, ha nem engedek. De igenis, egyiknek mindig kell, vagy egy humorral el lehet sütni a dolgot, elröhögöd, vagy, mert tudod, ez a tudod, a vécék, vagy, ó, bocsánat, nem vécét akartál. Tudod, nem fedi le a vécét, vagy akkor, hogy a fogkefét hogy teszi le, vagy épp az oknit eldobja, szóval ezek mondjuk ilyen kulturális dolgok, ezekben lehet nevelni, de nevelődni, vagy fejlődni. Igen. De vajon kell-e tényleg, tehát most nem ilyen dolgokról van szó. Ez a legkevésbé fontos. Alkalmazkodni? Tudod, vagy inkább, mert amikor létrejön a nagy szerelem, igen, akkor azért az úgy van, az hogy elmúlik. Úgy létre, hogy van. De az elmúlik. Na most éppen azt mondom, hogy de lehet, hogy pont attól, mert marhára elkezdik egymást faragni az emberek. Igen, vagy alkalmazkodják, vagy túlságosan elkezdik faragni egymást. Meg van egy olyan elképzelés is, hogy ki hoz kompromisszumot, mert hogyha mind a két fél kompromisszumot hoz mindig, akkor mind a két fél folyamatosan vesztes. Ha mindig igazad csak az van. Egyik, akkor valahogy az sem jó. Igen. Tehát, hogy nagyon de például egy házi állatnak tartott macska, az sosem hoz kompromisszumot. Mégis szeretjük. Igen. De ő egy állat, bocsásd meg azért, hát egy állatka. Könyörgöm, az ember is az. Jó, az ember is az. Köszi, Józsi, ez egy nem volt semmi mondat. Egyet értek, Józsi, így gondoltam, ezt írta neked Honcutka. Köszi. Az előbb már itt kerülgettük a forrókását, beszéltünk igaziról, meg már Józsi talán a szerelmet is mondta. Lehet-e a szerelmet definiálni? Annyian, annyiféleképpen megpróbálták már, de mondjuk hogyan lehetne? Meg hát ki mit ért rajta? Hát ez az, igen, ez mindig nem nagyon vagyunk érdekes, hogy hát ugyan van egy vagyunk. Szó, és mindenkinek mást jelent, mást igen. értünk alatta. Van olyan, aki most valaki nem fogja ezt a mondatot érteni, amit most fogok mondani, valaki szerelembe szerelmes. Uh-huh. Hát egyszerűen érted, mire tudod, hát, hogy nem kell hozzá személy, hanem csak az a bódító érzés. Csak a bódító érzés, uh-huh. és akár hetente, havonta tud partnereket váltogatni. Én nagyon nehezen tudok, én kicsikét túl komolyan vettem az életet mindig, pedig egy vidám, olaszos mentalitású, vibrálós alkatú nő voltam világéletemben. Rólam senki nem hitte, hogy a közben a lelkemé, meg egy nagyon komoly, nagyon-nagyon meggondolom, hogy mit csinálok, túlzottan felelősségtudatos vagyok, tehát egy kicsit túl komolyra vettem ezt az életet, pedig nem kéne, nagyon nem kéne, úgyhogy mindenkinek üzenem, kicsit lazítsunk, legyünk rugalmasak, és hogyha valami úton módon most kicsit kizökkentem, de a szerelem az egy olyan dolog, visszatérve, amit ugye feldobtál témának most, hogy igenis, hogy persze milyen jó dolog szerelmesnek lenni, de én ahogy mennek az évek, egyre jobban óvom magam ettől az érzéstől, mert nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni. Én nagyon félek attól, ha az elmúlik. Tehát én egy ragaszkodó típus vagyok, tudjuk, hogy szerelem amúgy is másfél évig szokott. Az a nagyon nagy lángolót tartani. Én ezt olvastam itt-ott, hogy általában másfél év az igazi nagy rózsaszín köd. A rózsaszín köd el szokott múlni, de akkor meg tud maradni egy olyan barátság, egy olyan kötődés. De hogyha most ezt ekkora tűzzel tudod mondani, igen, akkor mitől félsz? Akkor miért félsz? Mert tőle? Elmúlhat. Én egyszer voltam így 2005-ben, körülbelül az 8 éve, amikor nem számítasz rá, és vége, és úgy érzed, hogy beledög lesz, és most itt a világ vége. Én nem bírom az egyedül létet, tehát én nagyon-nagyon ragaszkodó vagyok, de a mindent elsöprő nagy szerelem az szerintem már a 20-30 éveseknek is csak nagyon ritkán adatik meg. Lehet, hogy most sokan nem értenek velem egyet. Várjuk a nagy szerelmet. Aha. Igen, várjuk, meg lehet várni, de lehet egy nagyon-nagyon jó érzéssel egy olyan kapcsolatban is benne lenni, ahol a felelősségtudat, az egymásért megteszünk mindent, bízhatsz benne a másikba, hogy nem fog megcsalni semmiben, semmilyen téren nem csal meg, mindig ott van melletted, ha éjszaka rá telefonálsz, hogy valami baj van, az ott lesz nálad 3 perc múlva. Tehát én úgy képzelem el a barátságot, hogy az nem csak a szerelem, a szex, hanem egy igazi baráti
is. Tehát én nekem nagyon fontos, hogy a törődés egymás iránt. Kaptál, azért beszélek így erről. Kaptál egy üzenetet, Bea, én 60 éves vagyok, azt tanácsolom, nézd meg jól azt a kutyát, és ne számold a bolhákat. Hát ez nagyon jó. Meg is nézem, hát ez az. Jó, bolhákat már persze nem számolunk, de az a baj, hogy a boldogság, az igazi nagy boldogság, nem tudom ki az a szerencsés ember, nekem nagyon keveset volt benne részem. Nagyon, én nagyon picit voltam az életemben úgy szerelmi téren párkapcsolatban boldog. Én nagyon tudom értékelni már azt is, hogyha nem az a nem az a nagy lángolásos, hanem aki törődő, aki törődik velem. Tehát én egy ilyen igazi, együtt mindent megteszünk egymásért. Én ezt is boldogan meg tudom élni. És azt, hogy nem látom a másikat, tudom, pár hétig vagy pár napig, azért sírógörcsöt nem kapok. Szóval lehet, hogy azért beszélek itt, mert én már 26 éve, hogy igazándiból egyedül élek, csak hát mondom, járási kapcsolataim persze voltak. De az a válásom után én sajnos egy óriási hibát követtem el, vagyis nem én, az élet velem, vagy én az élettel, hogy nem volt az a lehetőségem meg, hogy egy újabb házasságba, egy együttérésbe bele tudjak lépni. Ez nekem sajnálatos morom kimaradt. Ezért nagyon elszoktam attól, hogy együtt élni, és nagyon-nagyon-nagyon összeszokni valakivel, de ugyanakkor meg nagyon-nagyon ragaszkodó vagyok. Ragaszkodom mondjuk a páromhoz, a barátokhoz, a barátnőhöz, a gyerekemhez. Szóval tárgyakhoz. Mondom, a szerelem az nekem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tág fogalom, abban minden apróság, amit itt az előbb elmondtam, nekem minden benne van. Józsi? Hát nagyon nehéz. Úgyhogy nehéz. Nehéz kérdés. Az biztos, hogy más jelent mind a kettőnknek a szerelem. De eleve az, hogy amikor ezt így mindenképpen ilyen szokásjoghoz, én nem tenném, hogy valami másfél év alatt meg elszokott, meg úgyis elmúlik. Meg. Tehát ha valaminek lehet, úgy állok neki... Ha valaminek úgy állunk neki, hogy úgyis vége lesz, annak tényleg vége lesz. Tehát, igen, félni nem érdemes, csak én tapasztaltam. De megmaradhat ezek szerint? Szerintem simán. Tehát, én nekem alapvetően jó tapasztalataim vannak, így persze nyilván nekem is voltak névölgyeim az életemben, meg nekem is voltak elmúló dolgaim, meg, de azt hiszem, hogy hát ez nagyon nehéz, a szerelem az egy kicsit... Na, azért nagyon nehéz, az egyik kord dalban én azt hiszem, hogy abban jobban megfogalmaztam két verszakban, mint ahogy ezt így élő szóban meg lehetne. Tehát, hogyha valaki hajlamos beleásni magát, tehát, hogy a szerelem meghal minden éjjel. Tényleg úgy, hogy minden nap egy kicsit folyamatosan foglalkozni kell vele. Tehát ugyanazzal a szerelemmel, ugyanazt az érzést ápolni kell, randevúzni kell. Ebben nagyon jó partner az én szerelmem, feleségem. Úgyhogy, és hogyha véletlenül egy kicsit így elslendriánkodom ezt a kérdést, akkor így fel is hívja rá a figyelmet, hogy most tehát ez hozzátartozik az élethez, hogyha arra szerelemre szükséged van, és nem mindig máshol akarod megkeresni, akkor ha ugyanott, akkor is minden nap újra és újra kell megtalálni, és újra kell újra fel kell támasztani, és újra meg kell keresni azokat az izgalmi pontokat. Épp ma beszélgettem valakivel erről, és valahogy arról folyt a vita, mert ez tulajdonképpen egy vita volt, hogy ha valakiben elég sok életöröm, szeretet van, akkor az mondjuk lehet-e szerelmes a természetbe, a fába, a füvegbe, simán. Az égbe, a napba, ja, én vagy nagyon. Ez feltétlenül egy emberhez kötött. Nem. Én imádom a naplementét, gyönyörködök az erkélyembe a naplementébe, és az isteni, csodás, mondom, oda nézek, mondom, gyönyörű, és igenis a gyertyafényes vacsora, én elég racionálisan beszéltem az előbb, ugye kicsit keményebben. Igen, mert ez a nagyon nagy kihagyás és a csalódás, hogy nem sikerült az első házasságom, és az eddigi első, az persze, hogy engem bekeményített, nem tagadom, és ezek után, attól még nekem nagyon-nagyon-nagyon szeret
szeretet igényes és nagyon komoly, hogy mondjam, megpuhítható lelkem van, és a szívem óriási, és nagyon-nagyon-nagyon szükséges, igenis, a romantik, most persze nem beszéltünk még konkrétan arról, hogy mit nevezünk ugye romantikálat, de nekem egy szerelembe... De nagyon nagy dolog, hogyha egy igen, szerelmesnek lehet lenni, igen, amit te mondtad, hogy nem csak emberben. Én tudom, én tengeri imádó vagyok, én vagyok a tenger, én meglátok a tengert, és azt mondom, de gyönyörű vagy, mit tudom, egy csodálatos kirándulás, egy utazás, ebbe is bele lehet szerelmesedni, nem? Hogy új helyekkel. Én egy új világot akarok megismerni, elmegyek egy új országba, világrészbe, akkor hogy ámulattal nézem, hogy de jó, hogy milyen szép helyen vagyok, ennyi. Ez is szerelem, nem? Jó, hogy neked, nem? Persze, hát szerintem hogyha az ember tényleg képes így rá nyitni a világra körülötte, az egyébként erősíteti a kapcsolati szeretmény dolgokat is, és hogyha ezt sokszor éli meg azzal a kedvessel, akit szeret, közösen éli meg, akkor az mindig egy újabb és újabb felfokozás. És egyedül gondoltam, hanem hiszen rá is vetül ebből így az érzésből. Így van. Hát benne van abban a nagy szerelem aurában, amit pontosan. Jaj, de szépen mondtuk. Jaj, ez egy szépen. Üzenet, azt írta Motyó, értem én, ha nincs bolhám, akkor vegyek. Jaj, kikötöz a bolhánnal, leragadtunk. Aranyos, nagyon érdekes. Na nem sokára jövünk vissza újra, hiszen ez a 90.9 Jazzy Rendezvú. Maradjanak velünk. Ez a 90.9 Jazzy Rendezvú, szép estét kívánok mindenkinek, 10 óra elmúlt, pontosan 6 perccel. Én Bálint Edina vagyok, remélem, hogy velünk tartanak. Vendégeim Karda Bea és Kalapács Józsi. És akkor most gyorsan elmondom azt, amit mindig elfelejtek, hogy a mai legfrappánsabb SMS küldők között kiválasztotok majd valakit, aki egy kétszemélyes vacsorát nyer az Imázs étterem jóvoltából, de ez még mind semmi. Én is küldhetek? Igen. És akkor én is elvihetem az asszonyt egy jó vacsorára. Igen. Melyik ez az étterem? Akár együtt is elmehettek, ha gondoljátok. Melyik ez az étterem? Ez az Imázs étterem. Hol van ez? Nem tudjuk. Lényeg az, hogy... Lényeg az, hogy valakit ki fogtok választani, és aki nektek is majd jó étvágyat kívánunk, jó? De hát ez majd még később lesz, erre majd később kerül sor, és akkor még valami, a második legfrappánsabb üzenetküldője pedig nyer egy dedikált jazzy válogatás CD-t. Amit szintén ti fogjátok kiválogatni. Tehát úgy készüljetek, hogy akkor mindjárt két hallgatót lehet majd kiválasztani, jó? A műsor hát utolsó. Nehéz döntés lesz majd. Igen. Zsűrizni kell. Zsűrizünk, szeretek zsűrizni különben. Egy üzenet, kedves Bivi, mikorra várható a 30-50 Pecsa életmű koncert DVD megjelenése? Üdvözlettel és szeretettel egy kalapácsoló rajongó. Hát ezt jó, hogy megkérdezted, mert egyébként rengetegszer kérdezik tőlem a Facebookon is, meg mindenhol, és hát nem tudok mindig válaszolni rá. Ez az a macera, hogy az a cég becsődölt, aki a képanyagot készítette. Tehát a hangzóanyag megvan, a hang megvan, a birtokunkban van, illetve a Hammer Records birtokában van, viszont a képanyagon most jelen pillanatban, mint hogyha talán a NAV-nak rajta lenne a keze, és onnan nehéz kihúzni a keze alól. Úgyhogy most ezen dolgozik a kiadó, hogy valahogy megszerezzük. Ez már azért gáz, mert ugye ez most már lassan egy éve, hogy történt ez a koncert. Azt frissiben akartuk mi már az év vége, ennek az évnek az eleje táján szerettük volna kiadni, de hát ahhoz, hogy ezt a munkát megcsináljuk, hogy minden vágást és minden utolsó simítást megcsináljunk, ahhoz kellene nagyon a képanyag, de hát sajnos nem áll rendelkezésre. Tehát most jelen pillanatban ez a macera folyik, remélem, hogy ez minél hamarabb megvalósul. Köszönjük szépen, SMS szám, gyorsan elmondom még egyszer, 0630 20 10 909. Közben itt a zenék szünetében beszélgettünk arról, hogy vajon az ellentétek vonzák-e egymást, vagy sem, mert ugye van itt két jó nagy közhely, az egyik ez, hogy az ellentétek vonzák egymást, a másik pedig az, hogy a hasonló a hasonlónak örül. Van ezekben némi igazságtartalom? Hát... Pontosan ugyanannyi, mint az ellenkezőjében. Nagyon jó. Ez nagyon jó. Ha túl nagy az ellentét, azt szerintem botrányosan nem túl jó. Ez már... De lehet jó. De mit értünk ellentét alatt? A nagy ellentét. Én a külső típus, tehát én arra gondoltam, most vegyük először a kort,
ugye nem a 30-40 évkor különbségeket, avval én nem értek egyet, uh-huh. de ilyen 10-12 év mínusz pluszban. De azzal miért nem értesz egyet? Mert én nem. Mert én biztos, hogy nem tudnék uh-huh. azonosulni, egy gyermekem lehetne pasival, uh-huh. én nem tudnék, egészen biztos vagyok benne, komolyabban kialakítani egy kapcsolatot, uh-huh. de ha nagyapó lenne az illető, uh-huh. tehát tudom, nálam, mert láttunk már 65 éves férfit, meg 70 éves, nagyon fitten, és nagyon klasszt, kisportoltan, és tényleg jól Sean néz ki. Sean Connery. Na például, és imádom, és gyönyörű, és úgy, úgy néz ki jól, ahogy ma. Na, de ez a ritkább, uh-huh. tudod? Én az az igazság, hogy nem a külsőre gondolok, a személyisége, a természete. Uh-huh. Ha az, tehát a kor az nálam, a nagyon nagy kör, az előbb azt mondtam, én nekem nagyon nem jön be, ilyen 10-12 év az uh-huh. nagyon, az még belefér. De a személyiség, a típusa, a természete, ha nagyon más, akkor azt lehet, hogy azért mondom szintén, hogy ugyan azt már nem bírnám, uh-huh. szóval az nekem nem működik. Legyenek közös érdeklődéseink, legyenek közös céljaink. Nem baj, ha viszont ő műszaki beállítottsága is, mind egy romantikus filmet. És megszerel mindent. Megszerel, az nagyon jó. A szerelmes filmeket mondjuk, ha utálja egy férfi, én meg mondjuk szeretem nagyon, uh-huh. de nem a nagyon csöpögőseket persze. Ő viszont meg csak a szereljük meg a nem tudom uh-huh. milyen traktort, meg rád, vízé, autóbusz, meg ezeket, ez ki lehet bírni, el lehet menni a lakásba találni egy másik televízió csatorna elé, vagy uh-huh. meg, ha nincs tévé, tehát akkor... nyilván nem erre gondoltál. Ma már a telefonon is lehet nézni. Tehát a nagy ellentét természetben ne legyen, szerintem, meg viselkedésben, meg mentalitásban, ott azért szerintem ott kijönnek a problémák. De igen, a jobb mondta Józsi, is, tehát ha nagyon túlzottan nagy az a különbség, az se jó, uh-huh. viszont így külalakba, kikövér, sovány, fekete, ezeket, ez engem soha nem hát indított. Nem feltétlenül a szépség mérvadó, nem, vagy a szabályos arcvonások. Hát ott van például Jack Nicholson, hát nem lehet azt mondani, hogy 20 éves lenne. Nem bizony, sármos. Ja, ez a szó, hogy kisugárzása. Uh-huh. Van egy nőnek, egy férfinek kisugárzása, azért ott nem számít, hogy mekkora a pocak, meg hogy szerintem egy nőnek nem implantátumos a melle, attól az, ő még lehet azért egy belevaló nő, akár 60 évesen, vagy 30 évesen, teljesen mindegy, és akkor hazabeszéltem most egy kicsit, de az tény, hogy szerintem hát egy vonzalom úgyis kialakul egy, tehát nem hiszem. Józsi? Te neked mi a véleményed, Józsi? Én szerintem akármekkora ellentét lehet, és akármilyen hasonlóság, azonosság, tehát nem ez, ha létrejön az a híd a két ember között, akkor az csak a két emberen, hogy mennyire akar minden áron megváltoztatni a másikat. Eleve, ha meg akarja változtatni, akkor... Az nagy baj. Akkor nem is jött volna létre az egymásra hangolódás. Tehát én úgy gondolom, hogy annyi minden van, az együttélés az nem arról kell, hogy szóljon, hogy minden áron új embert faragjunk a másikból, és aztán pont azért, mert sikerült a saját képünkre formálni, ezért aztán kiszeressünk belőle. Ezért már nem is kell. Téged próbáltak már nők megváltoztatni? Persze. Gondoltam. De azért mondom, hogy amiről az előbb is szó volt, tehát hogy ilyen apró, hogyha fogkefét óvarakod, hogy akár, ez nem megváltoztatás. Ez nem megváltoztatás, tehát nyilván nekem vannak azért olyan dolgaim, ami lehet, hogy egy olyan embernek, akinek mondjuk jobb a szeme, én például nem veszem észre a morzsát az asztalon, meg a hajamat a földön, tehát nem is látom. Nem zavar nyilván. Nem látom, engem nem zavar, aha. más embert ez zavarhat, de ezek megbeszélhetők. Én összehúzom magam után a hajat a fürdőszobában, aha. de nem látom, hogy mit csinálok. Körülbelül. Nagyjából értem. Igen, de a Józsinak más díja van, mert ő már nagyon régóta együtt él a jelenlegi szerelmével, illetve párjával. Hát ez a másnak is köszönhető, hogy egyébként, amiről korábban beszéltünk, igen, szintén, hogy a kommunikáció mennyire fontos, az azért ebben a kapcsolatban viszont csúcson van, tehát itt, hogyha valami baj van, akkor ha hajnali 4-kor terül ki, akkor is megbeszéljük. Ez milyen jó, tehát, megbeszélni. És hogy beszélitek meg? Hát volt már olyan, hogy a hajnali 4 azért jutott eszembe, volt uh-huh. konkrétan, hogy hazaérkeztem hajnali 4-kor egy koncertről, alig vártam, hogy végre ágyat fogjak, tehát azért, mit tudom én, annyira lehet, hogy nem is voltam már szomjas,
És akkor mondta az Orsi, hogy hát van mit megbeszélni, és akkor mondja, most tényleg, hát jó, beszéljük. A legjobbkor mi? De megbeszéltük, és hogyha megbeszéled, akkor egyébként akkor nem marad bent. A tüske. Nem lesz méreg, nem válik méregé a szervezetben. Nem szabad lefeküdni haraggal, én mondtam. De az fontos, hogy ez valóban megbeszélés legyen, és nem mondjuk a másik kioktatása, hát igen. Balhéveszekedés. Hát fontos a megbeszélés, az nem kioktatás. Az nem. Meg nincs miről kioktatni, tehát minden felnőtt emberek vagy most mit oktatjuk. Igen, de akkor nem egy balhéval vártak téged hajnali 4-kor. Hát nem egy balhéval, de nyilván valami olyannal, ami mondjuk a másiknak úgy szúrt szemet, hogy azt úgy nem tartotta jó dolognak a kettőnk kapcsolatában. Most nem akarom nagyon mélyre belevenni, de egészen érdekes. Szóri is kerekedne belőle. Észre sem veszed, és elmeséled. Van egy kulcs szavam azért, van egy szó, és itt azt hiszem a Józsi esete is, hogy a türelem, és nézd meg, hogy milyen türelmes volt, hogy fáradtan hazament, és mégis türelmesen meghallgatta a feleségét. Nekem nagyon fontos szintén, hogy a türelem, és számtalan szó feltették itt a tévéműsorokban, hogy milyen férfit kíván egy nő. Én most pontosan erre voltam kiélezve a napokban. És miért? Mindegyik, a három szó volt, három szóban benne volt a türelem, pedig egyik a másik. Mi volt a másik kettő? A türelem megmaradt. Te is úgy csinálsz, mint Józsi, hogy nem, három van, de nem mondom el. Igen, a másik kettőt nem árulom el. Egyébként a türelem az nagyon legyen meg egy pasiban, én azért mondom, mint van ám köztetek az összhang. Egész jól, nem? Most viszont következik egy dal, Karda Beától. Beus, felkonferálod? Én nagyon szívesen, ti választottátok, és köszönöm szépen. Nagyon visszamentünk a múltba, 75, az nagyon-nagyon rég volt, nem tegnap, és Szigeti Ferenc, aki a csodálatos Kártagi Együttesnek, ugye most a tagja, akkor még Corvin Együttes és Rangers Együttesben zenélt. És mennyi haja volt? Igen, jól mondod, de viszont akkor én hazajelkeztem a Beata and the Piramis, mert ilyen is volt, az igazi piramis előtt volt egy nyugatra német, és már úgy a nyugatot, Svájc, akkor még tudod, így mondtuk. Svájc és Németországban dolgoztunk másfél-két évig, és így mentünk szórakoztató helyekre, külföldre, hogy Beata and the Piramis. És akkor megérkeztem, és valahogy Ferivel összeakadtunk, és azt mondta, hogy csinálok neked egy kis jó kis dalocskát. És akkor Szigeti Ferenc ezt megkomponálta, és a dal címe Hogyha bekopog egy délután. Ez következik most. Igen. A 90.9 Jazzy. Karda Beát hallották az imént, itt a 90.9 Jazzin Bean, nagyon jó volt, gratulálok. Annyira aranyos, isteni volt. Itt voltam, ja, 25 felfedeztem a dal által még egy közös pontot. Igen, hiszen a Szigeti Feri, aki írta ezt a dalt, igen. A Szigeti Feri a második és a harmadik Pokolgép lemez zenei rendezője. Tessék. Hoppá, na nézzelek, a milyen másik közös kapcsolataid vannak itt. Jó, de zseniális, ez tetszik. Nagyon jó volt. De itt voltam 25 éves, tudod, Edina, azért kicsi lány voltam itt. Épp mondom, hogy vékonyabb volt a hangom. Rég hallottam ezt a dalt, köszönöm, hogy ezt választottátok, köszönöm szépen. Rengeteg üzenet érkezik, például itt van öreg motorosén, azt írja, ó, hát a szerelemnek múlnia kell, mert a szervezet védekezik a túlfeszített hajsza ellen. A tartós boldogság titka a rövid élet. Ezt írta öreg motoros. Nem semmi. Múlnia kell? Nem. Nem kötelező. Érdekes, igen, mert Józsi ezt már mondta, hogy az fenntartható, a szerelem. Én nem azt mondom, hogy minden esetben örökké tart. Na jó, hát persze. Nem egy szinten van, nem minden. Inkább azt mondanám, hogy simán megmaradhat akármeddig. Uh-huh. Látunk erre példákat, tehát van ilyen. Szerencsések. Na jó, de amit mi kívülről látunk, az biztosan úgy van? Hát nem. De lehet úgy. Valakit csak megjátszák esetleg, vagy nem merik mutatni, de igen, vannak ilyen ritka kivételek, akik lehúznak tényleg 30-40 éveket. Csak a minősége kicsit szokott változni. Lehet, hogy ugyanúgy szerették egymást tényleg 20-30 év múlva is, csak kicsikét már, hogy mondjam, hát lazultak a
az a színek már nem annyira sok, és ilyenkor kell bedobni, színesíteni szerintem a kapcsolatot valamivel. És akkor erről, ha majd még később beszélgettünk, hogy mit tartottok én romantikusnak. Hát vagy mindig színesíteni kell, és akkor nem, és akkor nem kell megvárni, míg most már igazán a válságot kell megoldani. A válságot. Valami. Ne várjuk meg a válságot, hanem színesítsük, amíg hogy ne legyen válság. Pár terapeutához kell járni, ugye? Egyébként hát akár jó, lehet ez is. Jó, akár lehet, valakinek ez is használ. Valakinek ez a megoldás, igen. És hát nyilván egy külső, hogyha hajlandó valaki beengedni a saját intimitásába külső segítséget, akkor akár ez is lehet jó. Hát persze, hát ő jobban rálát. Nem szégyenes. Mint a két ember, aki benne van. Igen. Fordulnátok akár? Én nem. Határozottan nem. Nem szégyen, nem. Nagyon jó lehetőség, de te nem. Miért? Nem tudom. Ez két ember azért, ha nem tudja megoldani, akkor most nem tudom. Én nem szégyelném elmesélni a gondokat. Én biztosan nem szégyellem magam. Sok szempontból. Én bár a magam problémája miatt mentem el így, hogy megbeszéltem. Olyan tanácsadóhoz mentem, nem mindegy, tehát amikor válásom, és ott voltam egyedül egy kisgyerekkel, és azt nem tudtam, hogy most akkor rám szakad az ég, egyedül maradtam, mi lesz velem 37 évesen egyedül. Tudod, amikor a kilátásaim, az, hogy most tényleg lesz nekem majd egy kis babával, aki akkor 6 éves volt a lányom, én hogy fogok társat találni? És amit a műsor elején mondtam itt, hogy nagyon nehéz, pont azért, mert a művésznek nem hisznek. Nagyon, a civil ember föl se fogja, hogy ugyanolyan ember vagy, mint bárki, a több millióból, a 6 milliárdból, vagy egyik én vagyok, csak azt hiszik, hogy mert neved van, mert a tévében látott épp a nem tudom melyik adásban, hogy akkor én már egészen más vagyok. Nem. Szóval az is, mert nagyon megijedtem a válásom után. Na, akkor mentem el egy bizonyos helyre, hogy én ezt most hogy fogom tudni feldolgozni. Én jöttem ki onnan, tehát én tettem pontot a végére, hiszen már mindenkinek jobb volt. Tudod, ez a, hogy hagyjuk őt szárnyalni a másikat a vadászmezőkön, én viszont had szabadon had lélegezzek. Elképzelem a Lajost, hogy ott vadászik. Hát legyek őszinte, igen, ő egy ilyen alkat volt mindig is, és én erőszakkal soha nem akartam, tehát ő nem volt rövid porázon. Én abban hittem, hogy majd ahol baba van, és ahhoz gyerek születik, ez nagy tévedés, a gyerek nem tart össze, se, ezt most jelentem mindenkinek üzenem. Én akkor nagyon, én ebben reménykedtem, és ez nem jött össze, de nem baj, mindig van újabb út, újabb lehetőség, újabb, tehát nézd meg, Józsi, nem titok, ugye, hogy te is azt hiszem, elmondhatom, mert beszélgettünk, hogy neked is második házasság. Irigykedem, nekem még nincs második, de te már az előbb negyediket szerettél volna. Hát minimum háromon már túl kéne legyek így ilyenkorban, szóval, de nem kötelező, nem probléma, nem ez a gond, hogy nincs esküvőd, bár én még álmodozom egy esküvőről is. Ha az 75 éves koromban lesz meg, és netán megélném, akkor lesz, de ha jövő héten, akkor. Tehát én nem mondok le dolgokról. Én lehet, hogy most vagyok abban a korban, amikor úgy érzem, hogy olyan dolgokat csinálnék, amiket még eddig nem. Tehát olyan terveim vannak, hogy őrület, nem tudom. És ez engem fiatalon tart, mondom én így akárhány évemmel, hogy igenis, a lendületem megvan ahhoz, hogy hiszek azért a szerelemben nagyon is, de nem a mindent elsöprőben. Tehát abban nem. Hiszen azt gondolod, hogy az abban. Én meg nem. Én meg abban, hogy szeressük egymást, de ne az a viharos, tudod, az a nagyon túl... Tudod, én egyébként is nagyon szélsőséges típus vagyok, vagy nagyon tudok örülni, és nagyon-nagyon szárnyalok, és akkor szétüvölteném a világnak, és a másik pedig, hogy nagyon el tudok keskenyedni, szomorkodni. Erre egy olyan partner kell nekem, valószínű, aki, amikor engem fel kell emelni, és ki kell hozni a már nevezzük kicsit a depresszióra hajlamos időszakomból, a örökös panaszkodásból egy nőt, akkor egy férfi vigasztaljon meg, igenis simogassa meg a lelkét, mindenét, és ilyenkor úgy érzem, hogy vesz ez kölcsönös, persze, én is, ha másikon látom, hogy nagyon, hogy is mondjam neked, maga alatt van, akkor én akkor te is viszem a színeket. Ez kölcsönös. Józsi, te valaha féltél a magánytól? Nem. Nem. Eleve azért sem félek, mert egyébként én, tehát most így, hogy párkapcsolatban vagyok, így is tudom mondani ezt, hogy szeretek egyedül lenni. Tehát ez
és ez egy párkapcsolatban is bele kell férni, hogy be tudjad csukni magad mögött az ajtót időnként, tudja azt csinálni, amit éppen szeretnél. Másik oldalról meg simán jön az igény, tehát van, amikor csinálok valamit, dolgom van, mit tudom én, akkor nagyon szeretek magam lenni, vagy szöveget írni, vagy tanulni bármit, és akkor egyedül vagyok, és utána nem bírok magammal, le kell mennem, hogy lássam a családomat. Tehát, mert akkor meg szükségem van rá egy menet közben. Úgyhogy... Egyébként a közelség, távolság, eltérő igénye. Bocs, még annyit az előbb, a Beára így annyit reagálnék még, hogy folyamatosan, amikor azt hiszem, hogy amikor így beszélsz ezekről a... Mindig ilyen, így azt látom, hogy egyfajta elvárásokat támasztasz. Tehát biztos, hogy kell az, igen, hogy elvárásod, tudod, legyen eleve, hogy úgy meg lehet-e találni. Azt, amikor, tehát itt én nem azt mondom, hogy igénytelennek kell lenni, de mindig elvárás, hogy ilyen legyen, tehát ilyen ideákat megfaragod, hogy milyen legyen az a férfi, és egyébként konkrétan az életben sosem így van. Konkrétan ennyire nem, azért nincs konkrétan kiszáma, tudod, logarléccel, ami már nem is létezik. Jó, nem is azt mondom, hogy akkor a matematikai pontossággal, de egyébként annyiszor van, hogy ismerek én magam is egy csomó olyan embert, aki, hogy ilyen legyen, hosszú lábú legyen, barna hajú legyen, nem tudom milyen legyen, legyen olyan, hogy simogatja a lelkemet, meg legyen olyan, és közben tök nem olyan fog beleszeretni. Egyébként jól látja, Józsi, jól látja. Más típusú, tehát, és nem az kell hozzá, hogy mindenáron a megfeleljen az elvárásainak, hanem az, hogy amire te nem is számítasz, hát hihetetlen, hogy ezt megengedje. Az ember azt beengedje. Igen. Ott van bekerül. Igen, ebben kicsit lehet, hogy kicsikét ilyen csőlátásom van, de pont azért, mert nagyon sokat voltam egyedül. Tehát én 26 éve váltam el a rockzenész ex-férjemtől, és 26 év alatt én nem értem senkivel. Tehát járási viszont 9 év, 6 év, 5 év, 2 év. Tehát igen, de a magántól én viszont... Pedig mennyi facér rockzenész van még? De köszönöm szépen. Alig látok egyébként facér férfit, várjál, de ha van is, vagy nagyon fiatal, vagy nagyon öreg, tehát ez na tessék, problémák van. Ilyenkor valami nagyon nagy híres, és olyan igazán zenei csemege Magyarországra játszani, tehát akkor ott van az egész szakma, és pillanatok alatt így kiszűröd. Ezek nem facérok, ez már mind csajjal van. Na, és van egy csomó facér, de tényleg. Olyankor összegyűlnek a rockzenészek, és csemegéznek, hogy hű, te ez a Satriani, ez a nem tudom, ez milyen gitáros, nem tudom. Na most viszont... Józsi következik, itt a 90.9 Jazzy. Hát felkonferálod ezt a dalt, hiszen az előbb Bea is megtette, vagy nem tudod, hogy mi lesz? Nem tudom, hogy melyik dal. Nem mondod? Komolyan? Tényleg nem tudom. Csodálatos az a címe, hogy Angyal. Jaj, ezt imádom, én ezt most hallgattam, olyan szép. Jó, és melyik változata? Kalapács és az akusztika. Ja, akkor jó, mert azért melyik, mert ez eredetileg kalapács. Kalapács és az akusztika. Ez eredetileg kalapács dal, és a kalapács és az akusztika. Azt tulajdonképpen az én életművemnek a féle feldolgozás, hogy ilyen kicsit akusztikusabb hangulatban. Következik tehát az Angyal, itt a 90.9 Jazzy. Ez a 90.9 Jazzy Rendezvú, szép estét kívánok mindenkinek. Vendégeim Karda Bea és Kalapács Józsi, az imént Józsit hallottuk énekelni. A dal címe az volt, hogy az Angyal. Csodálatos volt. Nagyon szép volt. Nagyon tetszett. Nagyon szép. Hallgattuk Beával mindketten. Érzelgős, csodás. Van egy érdekes története a dalnak. Ja, a dalnak? Ja, amit így, nem tudom mennyire érdekes, én csak az előbb csak elmeséltem nektek. Hogy... Jó, hát ez annak idején úgy született, hogy egy kazettás magnóra csak feldünnyögtem a dalt, és odaadtam a kicsinek, a Weiss Lacinak, a zenekar gitáros, egyik gitárosának, és hogy hangszereld már meg. És ugye abban a hangnemben ő meghangszerelt, és így született eredetileg. Ez már itt a kalapács és az akusztikánál minden dal egyébként teljesen más köntöst is kap, más az egész dallamvilág, az dallamvezetése, csak az ének dallam, és a szöveg az, ami az eredeti. Úgyhogy minden dal, tehát a Pokolgéptől, az Omentől, a kalapástól, a Hard zenekartól, volt nekem egy olyan is, minden, ami így hozzám köthető, az életművemhez köthető dal, minden honnan egy kicsit átvariálva, áthangszerelve az akusztika, úgy hívjuk a zenekart, ugye Kalapács és az akusztika képére formáljuk, és hát most az új lemezt csinálgatjuk már, és ott is van egy-két egészen érdekes dolog, ami így úgy valahogy a pályámon találkoztam, tehát itt már musical-es dolgok is lesznek feldolgozva. Az angyal mit szimbolizál? Hát az angyal nekem
De érdekes, mert a szöveget azt a Vadon Janival, a rádiós műsorvezető Vadon Janival közösen írtuk, és a Vadon Janinak az éppen akkor születendő, vagy születő, vagy akkor született a kislány, vagy őt az ihlette. Engem meg pont teljesen más, én akkor ugye kifele állt a szénám az első házasságomból, és ilyen rettenetesen rossz érzelmi állapotban voltam, tehát én nyitottam valamire, ami nincs, valami vágyra, valami vágyálomra, valami megfoghatatlan boldogság felé, amit most nem egy nő, vagy nem ilyen értelemben voltam kinyilva, tehát az angyal nem azt, hogy vártam valami lányra, hanem vártam arra, ami mindenkinek elérhetetlennek tűnik, de hát attól válik elérhetővé, hogy mered vágyni, és mered akarni, és mered szeretni. Tehát nekem ez is, hát így a kettőnknek a viaskodásából végül aztán az én akaratom győzött, és hát ez lett a tartalma az angyalnak. Egy üzenet, azt írta neked Motyó, tudjuk, hogy létezik az angyal, csak nem vagyunk tisztában azzal, hogy bekopogtat egyszer. Keressük sokszor lehajtott fejjel, miközben lehet, hogy elengedtük már ezerszer. Igen, de minden ember maga szerencséjének a pogácsa. Ez nagyon érdekes. Hát bekopogtathat hozzánk bármikor, nem? Egy újabb, vagy egy... Igen, szóval tele van meglepetés az életünk. Most ezt csak... Kaptál egy üzenetet, te is. Igen, be is. A kedves, te még szerencsés vagy. Mitől? Én is 26 éve váltam el, reám viszont két lurkót hagyott a kedvesem. Ezt írta öreg motoros. Hát figyelj, attól te most még azért most... Attól csak még szerencsésebb. Még szerencsésebb vagy, mert én is örömmel vettem volna még a lányom mellé még egy kisfiút, csak ugye akkor már hát be kellett látnom, hogy ott erőlködni nem szabad ott maradni abban a házasságban, mert a gyerekek kárára megy. Gondolom, hogy így ő is úgy döntött, hogy inkább egy két gyerek veszekedésmentes, boldog, goldogabb, nevezzük így, világban fog tovább élni, mert attól még utána lehet, hogy ő neki ja, hogy egyedül van, azt írta? Nem derült ki? De az most nem derült ki, csak az, hogy én is 26 éve váltam el. Ennyi. Hát igen, nem derült ki. Meglepetés. De hát te is pont 26, nem azt mondtad? Én is 26. Pont, igen. Az előbb azt írta Motyó, hogy lehet, hogy már elengedtük ezerszer az angyalt, és az érdekes, mert volt már olyan veletek, hogy elengedtétek azt, akit szerettetek? Na... Hát, amikor már nem szerettük. Ja, hogy akkor. Igen, akkor nem elengedés, hanem szakítás. Ja, hogy úgy érted ezt a kérdést, hogy használtuk ki azt az Isten adta lehetőséget ott, amikor csak kicsit tovább kellett volna még nyitnom a másik felé, hogy ő észrevegye. Hát akár így értem, akár úgy is érthetem, értem én ezt sokféleképpen, hogy valakinek jobb volt, hogyha elengedtétek, hogy egész egyszerűen azért... Igen. Hogy ő létezhessen, jobb volt nekem, neki. Nekem jobb, úgy érzem, hogy én általában vagy közös, mert döntésekkel váltam szét. Egyszer volt, hogy az a bizonyos, amikor egyik persze a másikra vállattam, azt mondta a másik, hogy egyedül akar maradni, na abba bele lehet pusztulni. Aha. Én meg már akkor kezdtem volna még nyitni tovább az életet felé, de amúgy... tartsunk szünetet, legyünk barátok. Igen, ezt már kaptátok? Egy forró, vagy mindenképp egy közvetlenebb kapcsolat után én olyan sok értelmét nem hinném, hogy van, hogy megmaradjon egyfajta, hogy minden áron törekedni a barát, akkor jobb mindent lezárni, hogyha az érzelmileg megkarcolt, akkor nem kell. Én vagyok az a nem határozottan vége leszakadni. Amit mondtam az előbb, a dalabban benne van. Amit mondtam az előbb, a szerelem meg van minden. Az egy másik dalba értem bele, igen, hogy aminek vége van, tehát érted, akkor vége van. Azt le kell zárni. Tehát, ami volt, sohasem kezdheted újra. Igen, ha vége van, örökre múljon el. Sokszor érezzük, hogy vége van, de aztán van olyan szitu meg helyzet, amikor a másik sokkal ragaszkodóbb én hozzám, vagy én esetleg a másikon, ez volt kicsit a kevesebbi. Nem mindig szerencsés ez, hogy mind a kettő azt akarja, hogy legyen vége. Ez egyik, ha nagyon kitartó, akkor a másik meg tud enyhülni, szerintem. És én... És annak az ügy jó lesz? Nem tudom. Hogyha én nagyon kitartó vagyok, és nagyon akarom, akkor jó az nekem, hogyha a másik csak azért.
Nem tudom, ez is szituáció, tudod, az ottan, abban a helyzetben, nehéz ezt meglátni. Egy biztos, hogy én nagyon szeretem, hogyha valaki viszont nagyon ragaszkodik hozzám, én attól el tudok olvadni. Tehát, hogyha valami szeretettel közeledik, és megbánja, amit velem mondjuk tett, tehát most nem olyan nagy bűnökről beszélek, hanem egy nagy vita után. Ha kellően bűnbánó. Bűnbánóan visszajön mondjuk, és én pedig határozottan azt mondtam, hogy vége, aha, de ha olyan kedvesen jön vissza, és ne haragudj szó el tud minimum hangzódni a szájából, és az, hogy megbántam, és akkor én tudok esélyt adni. Nem tudom, én esélyadó vagyok. Nem tudom, hogy meddig, az biztos, hogy ezt nagyon sokáig nem lehet húzni, de én nagyon-nagyon-nagyon nem szerettem a teljes magányt. Tehát én egy művésznőt, nem mondom a nevét, őtől nem olyan régen olvastam egy újságcikkben, nagyon jól fogalmazott, és ezt nagyon sok hallgató most nem fogja elhinni, de a legmagányosabb hivatás a művészvilágban létezés. Tehát itt színész, énekes, zenész, már aki éppen jelenleg mondjuk, mint a Józsi, aki boldog házasságban él, ő nem érzi ezt, de az a színésznő, akitől ezt olvastam, ő pont ő is egyedül volt, akkor tudom, aztán nem sikerült a házasság, a lényeg az, hogy de ez igaz, mert maga, hiába boldogságos házasság, attól itt ez magányos, ez a hivatás. Oda mész, kimész, sok, nem tudom, hány száz ember előtt kiéled magad, és utána a legborzasztóbb, amikor tényleg egyedül mész haza. Szóval az fájdalmas. Úgyhogy én 26 éve ugye elváltam, de nagyon meg is szoktam ezt az egyedül életet, de mégis kell, hogy valaki, aki törődik velem. És én is törődhetek vele. Tehát ez a kölcsönös szeretet, szerelem, nevezzük így. Én ebből most az éveimnek nem tudom, mennyi része van még hátra az életemben. Szeretnék itt mindent kihasználni. Uh-huh. Tehát ilyen én az életemet pillanat boldogság pillanatokból teszem össze. Nem tudom, jól fogalmaztam. Ez nagyon szépen. Boldogság pillanatokból rakom össze. És ez is jó. Én úgy látszik, egy kicsit valószínűleg megalkuttam sok mindenben, mert ugye hát nem élek jelenleg senkivel, de hát ez még változhat, de ez változhat, igen. Akkor most ennek örömére zenéljünk is egyet, jó? Okay. És akkor mindjárt jövünk vissza, itt a Jazzy. Ez a 90.9 Jazzy Rendezvous. Szép estét kívánok mindenkinek, vendégeim Karda Bea és Kalapács Józsi. El nem tudják képzelni, hogy itt az elmúlt néhány percben micsoda hihetetlen fejtörés volt, hogy ki legyen az a hallgató, ki nyerje meg a mai kétszemélyes vacsora meghívást. Ez természetesen nem mára szól, hanem ti döntöttétek el, hogy ki legyen az. Na most akkor én nem tudom, egyszerre mondjátok? Vagy mondjuk az egyik nyertest Bea mondja, másikat Józsi, hiszen vacsora két személyre szólott, akkor itt nagy kelleme, arra egyetértettünk, sőt egészen jól, hogy van ez a kislány, aki nem kis hölgy, aki már nem sokára ugye feleség lesz, úgyhogy gratulálunk szívből Nikolettának, aki megnyerte az első díjat. Mert ez a két személyes vacsora, étteremben. Úgyhogy Nikoletta az esküvőm előtt, alatt, utána, hogy gondolod, még el tudsz menni. És nem hiszitek el, most jött egy kérdés, azt írja a kalapácsoló, kedves Bea és Józsi, számotokra mit jelent és honnan ered a boldogság? Lehetőleg 5 szó, vagy gondolatot kérnék szépen, köszönöm. 5 szó. Én most erre nem fogok már tudni válaszolni. Ez tényleg, hogy egy 5 órás adás lenne. Jó, akkor legközelebb jöttük egy 5 órás adásra. Jövünk. Viszont akkor most hirdessük ki a második helyzetet. Még Linkman legyen akkor. Bár ott volt verseny, alakult az ki erőteljesen, elég erőteljesen. Azért elmondhatom a másik volt versenyzőt. Huncutka még nagyon ott volt ugyanebben. Tehát én nem tudom, hogyha esetleg lehetne, ha van rá lehetőség, hogy még valami ajándék legyen. És ők kapják ennek rögtön utána járunk, jó? Tehát akkor most a második helyezett nyeri a Jazzy válogatás CD-t, amit mind a ketten aláírtatok. Így van. És akkor Linkman nyertem, ha pedig még tudunk valamit tenni ezügyben, akkor Huncutka is kap egyet, jó? Úgyhogy maradjatok még, okay. És akkor tudtok dedikálni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, óriási élmény volt. Mi is köszönjük, remekül éreztük magunkat, úgyhogy nagyon kedves volt, hogy meghívtál bennünket.
és azt hiszem, hogy nagyon nagy ellentétek Bea és Józsi között nem voltak nem. Így, ugye? Egész? Nem, nem verekedtünk sőt, össze. Kifejezetten számos kérdésben összhang volt köztetek. Igen. Egy valami jelentős... Inkább a világlátásunkban van az különbözőség. Az már valószínű, igen. Hát én egy jelentős különbséget vettem észre, vagy mondjuk azt jegyeztem meg, hogy Bea azt mondta, hogy a szerelem úgyis elmúlik másfél év, Józsi még azt mondta, hogy az meg tud maradni örökre. Meg tud maradni. Tehát a szerelem azért minőségileg ott marad, csak csak kicsit másképp lesz. Az nem fog annyira csillogni, de romantikával ide-oda be. De mondom, hogy ez attól is függ, hogy mit nevezel tényleg szerelemnek. Persze, tehát, igen, hát ez nem egy... Tehát, nem egy hogy csak, azt, egy, csak azt az első... slungos, kémiai lak főleg összetett dolgot, vagy pedig mindent, ami ez is beletartozik, és az egész kapcsolattal összefügg. Hát azt hiszem, hogy mi ez utóbbiról beszélgettünk. Igen. De éljük meg szenvedélyesen az életet, ez az, a véleményem. Mindenképpen végig erről kell. Beszéltünk, Józsi, vagy a zenét is mi szenvedéllyel csináljuk, az életünket is szenvedéllyel, és amennyire ez, akik most hallgattak bennünket, javasoljuk nekik, hogy a szerelmet is, a szeretetet, a barátságot, mindent. Éljük meg szenvedélyesen. Hát és tulajdonképpen erről is beszéltünk, amikor arról volt szó, hogy ha az emberben ott van az életöröm, a szenvedély, igen, a szeretet, a szerelem, akkor annyi minden annyi iránt minden érezheti ezt. Pontosan. Ez a legjobb benne, nem? Így van. Így van. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt mi voltatok. Mi is köszönjük szépen. Szépen. Gyertek máskor is, jó? Igyekszünk, jó lenne. Jó. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Karda Bea és Kalapács Józsi volt a vendégem itt a 90.9 Jazzy Rendezvúban. További szép estét kívánok mindenkinek. Jövő vasárnap újra találkozunk. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.